Főtisztelendő baptestvérek, tisztelt polgármester úr, kedves birmálkozók, Krisztusban szeretett testvéreim! Nincs már egy hónap, és ünnepeljük az eukarisztikus kongresszuson a köztünk itt maradt Úr Jézust, az eukarisztiát. Ez a mai evangéliumi szakasz, és az általam hozzáfűzött prédikáció lehetne egy ilyen hittanóra, arra való előkészületül, hiszen maga az Úr Jézus is fontosnak tartotta, hogy ne csak annyit mondjon, hogy ez az én testem, ez az én vérem, hanem hozzáfűzött egy mély teológiai tanítást, amit aztán később a századok folyamán kibontottak az egyházunkban. A mostani szakasz arról az időről való, amikor a csodálatos kenyérszaporítást követően ott királlyá akarják tenni, Jézus nem fogadja el, hanem ehelyett egy tanítással válaszol, hogy én vagyok az élet kenyere. Ez olyan idegenül hangzott a hallgatóságnak, hogy sokan megbotránkoztak benne, és mint tudjuk el is távoztak. De Jézus folytatja tovább a tanítást. Én vagyok az élet kenyere, én vagyok az égből alászállott élő kenyér. Ez a legtitokzatosabb jézusi én vagyokok közé tartozik. Mert ő többször mondott ilyet, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok a jó pásztor, én vagyok az ajtó, de ez, hogy én vagyok az élet kenyere, ez a legnagyobb rejtélyeket, egyházi nyelven szólva, a misztériumot foglalja magába. Már az is, hogy én vagyok. Itt az Úr Jézus nem úgy volt, mint a mostani szelfiző emberek, hogy mindig magukat akarják bemutatni bárhol vannak, hogy lássátok, én itt vagyok, itt állok, és itt tovább. Ez nem magamutogatás volt az Úr Jézus részéről. A zsidó hallgatók tudták, hogy rezonál ez az én vagyok egy régi ószövetségi kijelentésre. Ugyanis amikor Mózes egy Isten élményben részesül a pusztában, ég a csipkőbb, akkor megszólítja őt egy hang, az isteni hang, és kérdezősködik, hogy ki vagy te. És nem azt mondja a hang, hogy én vagyok az Úr, én vagyok az Isten, csak annyit mond, hogy én vagyok, Jahve. Én vagyok, aki vagyok. Aki mindig vagyok. Nem úgy, hogy egy pillanatra, hanem mindig voltam. De még egy mélyebb jelentősége is van, vagy jelentés ennek a szónak, hogy én vagyok, aki veled vagyok. És ezt a zsidó nép több évszázados, hanem évezredes történelme folyamán meg is tapasztalta, hogy minden hányattatás, háborúság, küzdelem ellenére azért az Isten velük volt, és megmaradtak, mert az Isten velük volt. Ő velük van. És az Úr Jézus veszi azt a bátorságot, mert ő maga is Isten, az Isten fia, hogy azonosítja magát ezzel a kijelentéssel, hogy én vagyok. Mert én vagyok az Atya fia,
én is egy vagyok az Atyával, Isten vagyok. Hát ez önmagában egy nagy titok, hiszen az Isten titok az ember számára. Egy nagyszerű regény íródott ebből a jelenetből Kodolányi Jánosnak, még a kommunizmus elején megjelent könyve, mely ezt a címet viseli, hogy Én vagyok. Felnőtteknek, nem gyereknek, felnőtteknek érdemes elolvasni, hogy az író szemszögéből hogyan tűnik ki Jézus Krisztus alakja. Igaz, Júdás veszi alapul, de ez egy alázatosság részéről, hogy ő is bűnös embernek mondta magát, hogy hogyan lehet megközelíteni Jézus Krisztus isteni alakját. És utána azt mondja az Úr Jézus, hogy az élet kenyere. Hát ez is elgondolkodtat bennünket, talán az élet szót majd egy kicsit későbbre hagyom, de maga a kenyér is, hogy ilyen módon közli és adja önmagát. A tárgyak tudják hordozni az ember személyiségét valamilyen formában, mert amit elkészít egy iparos, azért abban benne van az ügyessége, a szaktudása. Ha valaki valami nagy dolgot talál föl, akkor abban benne van az értelme. És ezt lehetne fokozni, hogy mi mindenben benne lehetünk mi. Amikor megkínálunk valakit a vendégségben, akkor is azért magunkból is adunk, hiszen azt az ételt előkészítettük, vagy valaki maga süt újra kenyeret, maga termeli a búzát. Tehát valamit önmagából ad. Jézus úgy tudja adni azt a kenyeret, hogy önmagává válik. És nem valami rendkívüli dologba viszi bele az ő életét. Pogány vallásokban mindig valami drogokat, valami bódító italt használtak föl. A mitológia is az istenek italának a nektárt mondja. Jézus a legegyszerűbb étekbe, a kenyérbe viszi bele önmagát. Föltámadt önmagát, amiben benne van, föltámadt teste és az ő istensége. Ezt nekünk adja a kenyér által. És nem csak velünk van, hanem bennünk van. Mert az Ószövetségben Isten azt ígérte, hogy veletek vagyok. És újjongtak is a zsidók, hogy olyan nép nincsen, aki az olyan közel állna az Isten, mint hozzánk. Mi fokozhatjuk az új szövetségben. Az Úr Jézus nem csak velünk, hanem bennünk van. Magunkhoz vehetjük. Lelki táplálék formájában, de testi táplálék formájában is. És ez nem egy isteni teofánia, valami szemfényvesztő vagy csoda dolog formájában teszi, hogy mondjuk villámlik meg dörög akkor, amikor ő ezt adja, hanem nagyon egyszerűen önmaga osztogatta először, de az apostolok által tette később, és már a kenyér szaporításban is, jelezve azt, hogy ő kiemel egy csoportot az emberek közül, akik ezt majd végzik az ő nevében. És ez a papság, aki hatalmat kap arra, hogy ezt megismételje, illetve megtegye Jézus szavait, és ossza azt a kenyeret, ami egészen ő. Ilyen egyszerű gesztusokba viszi bele önmagát, mert valójában a nagy dolgok, azok mindig egyszerűek. És aztán ott van
Azt mondja az Úr Jézus, az élet kenyere. Hát az is egy nagyon nagy titok. Már a biológiai élet is. Ugye az orvostudomány az élet jeleit tudja megmondani, hogy mik azok a jellemző vonások, amik élővé tesznek egy szervezetet. De azon tanakodnak az orvosok, hogy mikor kezdődik az emberi élet. Katolikus egyház azt mondja, a fogantatással. Aztán megint ott a másik gond, hogy mikor fejeződik be az emberi biológiai élet. Éppen itt van a transplantáció problémája, hogy meddig él az illető, mikor halt meg. A szív vagy az agy leállása okozza az élet kimúlását. Tehát már a biológiai élet is nagyon rejtélyes. Hát még a szellemi élet, ami emberré tesz igazában bennünket, fölül emel az állatok fölé, az is nagyon rejtélyes. Az egyszerű ember azt szokta mondani, ha sok minden történik az életében, hát ilyen az élet. Nem tud mit mondani jobbat, elálmékodik, hogy mi történt vele, főként az idő előre haladtával, szóval ilyen az élet. Igen, a szellemi élet is már nagyon összetett és elgondolkodtató, hogy túlél bennünket a leírt levél. Olvassa valaki a nagyapja levelét, amit a frontról küldött, megelevenedik, ami ott akkor történt. A szellem visszahozza az anyagi valóságon át az akkori életet. Ez is milyen érdekes, és milyen csodálatos. Nem csak a biológiai élet, hanem még a szellemi élet még jobban titokzatossá teszi. Igen ám, csak hogy ennek egyszer vége van. Ennek a földi életnek, a biológiainak igen rövid időn belül, 70-80 év a mai átlag életkor jó esetben. Hát a szellemi dolgok is olyanok, hogy elfelejtődnek, kifakulnak. Annyi okos ember volt, akire ma senki sem emlékezik. És akkor mi van? Vége az életnek? Az Úr Jézus azt mondja, nem. Ti bekapcsolódhattok abba az életbe, aki mindig van. Nem csak volt, meg lesz, hanem mindig van. És ez az örök élet. És ebbe kapcsolódhattok bele a szent áldozás által. És ezért mondja, hogy én vagyok az élet kenyere. És a görög nyelv az érzékletes is, mert a földi emberi életre azt mondja, hogy biológia, ebből van a tantárgy. De a lelki örök életre meg azt mondja, hogy Zoé, az Isten élete. Hogy ebbe kapcsolódsz bele, és ezért nem halsz meg. A földi életed megszűnik, de az Isten életében folytatódik az életed. És ugyanúgy föltámadhatsz, mint ahogy Jézus Krisztus föltámadt, amely testre már nem vonatkozott se a tér, se az idő. És ebbe kapcsol bele bennünket. És itt látjuk meg, hogy micsoda titok ez, micsoda ajándék az Úr Jézus részéről. És ezt meghagyta nem egy embernek, hanem egy közösségnek, az egyházának. Már a kezdet kezdete is közösséget kívánt. Az utolsó vacsorát is közösségbe vitte végig Jézus. És ugyanúgy később az ősegyház szívei is, olvassuk a Szentírásban, hogy rendszeresen összejöttek a kenyér törésre, főként úrnapján, azaz vasárnapokon,
közösségbe, ahol együtt hallgatták Isten igéjét, együtt gondolkodtak, a hétköznapokban is együtt cselekedtek, és együtt áldoztak. Összetartotta őket az Eukarisztiának a kenyere. És így van ma is. Az egyházunkat ez köti össze, ez a szentség kezdettől. És ott van igazi egyház, ahol van Eukarisztia. Ezért mondják, hogy csúcs és forrás az Eukarisztia az egyházban. És az egyházi élet az mindig közösséget kíván. Mi nem úgy vagyunk, hogy Isten és én, természetes, hogy az is van. De mi közösségben vagyunk. A katolikus anyaszent egyházban. Közösségben vagyunk itt a Szent Misén. A most megáldandó közösségi ház is ezt a célt szolgálja, hogy ne csak olykor találkozzunk liturgikus alkalmakon, hanem máskor is. És ti is, kedves birmálkozók, akik most különböző egyházközségekből vagytok itt, ne maradjatok egyedül. Kapcsolódjatok be mindig abba az egyházközségbe, ahol éppen éltek. Ahol az élet visz benneteket. Ott mindig keressétek meg az egyházközösséget, és annak eleven és élő tagjai legyetek. Ekkor cselekszetek Jézus szándéka szerint, és ekkor érvényesül bennetek a Szentléleknek, a bérmálásnak a kegyelme. Hát igen, ilyen nagy ajándéknak a részesei vagytok most, egyrészt az Eukarisztiában, másrészt a Szentlélek kegyelmeiben részesültök. Azért, hogy hűségesek legyetek Jézus Krisztushoz és az ő egyházához. Ez a feladat, ez az ajándék, és ez a küldetésetek, hiszen az egyház a sose bubózhat be önmagába, hanem ki kell nyílnia, hit hirdetővé, missziósá kell lennie. A mai világ különösen is rászorul arra, hogy tanúságtevő emberek legyenek a keresztények. Ne csak immelámmal, formálisan, hanem életszerűen. Hát én ezért imádkozom, ezt kérem a Szentlélek Istentől számotokra, hogy adja kegyelmét, legyen bennetek, hogy Jézus Krisztushoz mindvégig, egész életetekben, és az ő egyházához hűségesek maradjatok. Amen.